55-45 arányban osztaná el a 106 körzetet az MSZP és a DK egymás közt. Budapesten az Együtt és a Párbeszéd is számíthat két körzetre. Horváth Imre helyett Újpesten a DK-s Varjú László, az MSZP elnöke Molnár Gyula pedig a 22. kerületben indulna. Vendégünk Szanyi Tibor. Na szóval az ATV.hu-n megjelent délután 5 óra egy néhány perckor a lista. Az a lista, ami az elnökségi ülésen ma előkerült? Jó estét kívánok! Ilyen lista nem tud lenni, ugyanis nem erről szólnak a tárgyalások. A tárgyalások az MSZP részéről arról szólnak, hogy kormányváltás, és ehhez pedig három elengedhetetlen dolog szükséges: közös jelöltek, közös országos lista, ha már lista. Na ugye! És közös miniszterelnök. Na, közös országos lista az nem lesz. Hát ezt miért mondja? Hát mert most úgy néz ki. Hát egyedül az MSZP az összes párt közül, amelyik ezt még nyomja. Na, akkor én mondok önnek egy történelmi példát. Két, 1998-ban, ráadásul pont a két választás között, egészen addig a Kisgazdapárt meg a Fidesz azt mondta, hogy már pedig ők aztán... Hát most olyanok lesznek, mint Orbán. Nem. Én csak azt mondtam, hogy a politikában ilyen mondatok... Orbán Viktor azt mondta, hogy a Kisgazdapárttal soha, Tornyán Józseffel soha. Ezért is mondta, hogy MSZP-vel soha. De akkor még volt két forduló. Tehát most ez egy másik helyzet volt. Oké, csak hoztam egy nyilvánvaló példát arra, hogy a politikában olyan nincs, hogy soha. Oké, nincs, hogy soha, viszont van 106 egyéni jelölt. Nincs. Van. Az MSZP-nek megvan mind a 106 helyről a jelölt. Az igaz, hogy 55-45 arányban megállapodtak a DK-val? Nem tud igaz lenni, még egyszer mondom. Ez sem igaz. Az igaz, hogy Együttnek és a Párbeszédnek két-két helyet ajánlom? Ez sem tud igaz lenni. Elmondom, hogy miért nem tud ez Na, igaz lenni. Na miért igaz akkor? Vagy mi igaz egyáltalán? Azért nem tud ez igaz lenni, mert példának okáért, hogyha közös jelöltekről beszélünk, azért azt tiszteljük annyira egymásban, hogy akkor azok, akik egyébként 2014-ben vagy azt követően nyertek egyéni körzeteket, azok kapják meg azt a jogot. Hát ők azért sajnos szerencsére ki tudja, hogy most a tárgyalások szempontjából nyilván szerencsére pontosan így van, de aztán utána van egy sokkal nagyobb szám, ahol éppen hogy lemaradtak, mert ez egy jóval nagyobb halmaz, és akkor még mindig van, hogy akik meg jó szerepeltek. Azzal is elszöszölnek, hogy kik maradtak éppen, hogy ez nem szöszöl, és ez egy választási matematika. Hát de az 4 éve volt. Hát ki tudja, hogy 4 éve később ugyanaz az ember, hát ugyanazt jelenti ilyen helyeknek. Meg kell nézni, hogy azóta hogyan teljesítettek az illetők, és a többi, és a többi. Rengeteg szempontot kell figyelembe venni, és akkor utána, amikor már ezt mindezeken túl vagyunk, hogy melyek azok, amik nem lehetnek tulajdonképpen semmi feltárgyalásnak az alapjai, akkor még ugyan föl kell tenni, hogy aztán ki kit jelöl, és ezek közül ki az, akit alkalmasnak hisz mind a két fél. Azért ez egy nagyon Na de most akkor szóval. Azt mondja, hogy az MSZP ezeket végignézi, ezeket a helyeket, és a nem az MSZP nézi csak végig, és a maradékot kínálja fel a DK-nak. Nem. Tehát, hogyha az a cél, hogy mindenütt közös jelöltek legyenek, akkor az a baloldal számára a legesélytelenebbnek tűnő körzetekben is meg kell nézni, hogy oké, de ott ki az, aki a legtöbb szavazatot tud. Horváth Imre, Újpest. Varjú László a DK jelöltje, igaz? Horváth Imre helyett Újpesten Varjú László indul? Hát arról tudok, hogy sajnálatos módon Horváth Imre kilépett a Magyar Szocialista Pártból. És ma közölte, hogy amennyiben a helyiek úgy szeretnék, akkor ő indul a jelöltségére. Oké, de az nem az MSZP jelöltje. Hát akkor valószínűleg független vagy más párt nevében így van. A demokráciában mindenki választó és mindenki választható. Jó, Varjú László, mert elfogadható jelölt az MSZP számára? Nem tudok ilyen javaslatról, tehát ráadásul... Miről tárgyaltak ma? Ezekről, hogy nincs répafeldfelosztás, hanem a közös lista, közös jelöltek... És de répa sincs? Most ez egy szép költői hát kérdés volt. Hát nincs répaföld felosztás. Tehát valamiről kellett beszélniük. Tehát gondolom nem arról beszéltek, hogy 106 körzet, vagy jé tényleg. Hanem nyilván arról, hogy DK-nak ennyi, MSZP-nek ennyi, melyik helyen kit tudunk indítani, mi legyen a szegediekkel, mert ugye ott Botka László azt mondta, hogy már pedig amíg ő ott van, addig oda DK-s be nem teszi a lábát abba a megyébe, már pedig a DK szeretne indítani abban a térségben egy jelöltet. Tehát nyilván erről beszéltek. Arról, hogy mi volt a mai elnökségi ülésen, erről szerintem a pártelnöke hivatott beszélni, hogy ha akar, akkor majd mondom. Hát holnap várom Molnár Gyulát, ígéretünk van, hogy érkezik. Így van, ez nem egyik vagy másik képviselő, vagy mint a pártelnökének a dolga. Ezt rögzítsük le.
Kettő, én azt tudom, azt nagyon határozottan tudom, hogy a mi pártunk az nem úgy áll föl, mint sok másik pártól, a vezetőség mondom, hogy parancsot, aztán azt, hogy végig söpör, és mindenki végrehajtja. Nekünk van egy igazi tagságunk, akinek van véleménye. És az igazi tagságunk az egészen konkrétan azt akarja tőlünk, hogy az utolsó utáni pillanatig se adjuk föl a kormányváltásnak a reményét, ami azt jelenti, hogy közös jelöltek, közös lista és közös miniszterelnök jelölt. Na de akkor ma sem döntöttek, ha jól értem. Miről kellene dönteni? Bármiről már lassan, nem? De ő, hát azért nem ő bármiről. Tehát valamiről már lassan kéne dönteni. De mi ön szerint miről kéne dönteni? Azt mondja a DK, hogy gyakorlatilag megegyeztek, de még mégsem. Azt mondta hetekkel ezelőtt Molnár Gyula, hogy mire a Fidesz kongresszus összeül, addigra meg lesz az MSZP-DK megállapodás, hát nem lett meg. Ma megjelent egy lista, amiről az a hír járta, hogy Molnár Gyula ezt a listát vitte be az elnökséghez, ahol tételesen a 106 egyéni választókörzetből meg lehetett nézni, hogy melyikben indul MSZP, és melyikben indul DK-s, és... De ez nem így működik. Nem vitt be ilyen papírt? De ez nem így működik. Nem vitt be ilyen papírt? Nem, ez nem papírok keres. De bevitt ilyen papírt? De mert azon nevek is vannak. Nincsenek nevek sehol. Én nem láttam neveket egyáltalán. Öntől hallom ezeket a neveket például most, amiket ön felsorolt. Én nem láttam megteszi az időtájt olyan papírt. Megteszi nekem azt a szívességet, hogy elmondja, hogy egyáltalán mi volt a mai elnökségi ülés témája? Nem. Majd Molnár Gyula elmondja holnap, hogy mi volt a részem, de miről beszélgettek. Én biztos nem teszem meg. De tényleg nem teszek, nem vagyok hivatott erről nyilatkozni. Hát ez szerintem ez nem egy olyan nagyon bonyolult dolog. Nem, de hát onnan jön. Miért ő nyilatkozhat az ATV-nek a tudom, melyik dolgairól? Hát attól függ, hogy miről. Ugye? Na hát ez most az attól függ, az konkrétan az, hogy nem én vagyok a párt elnöke, ezt kicsit sajnálom, ezt azért tegyük hozzá. Szeretett volna ezen. Másképp mennének a dolgok? Igen, tessék. Másképp mennének a dolgok? Hát az biztos, hogy másképpen, hogy aztán jobban vagy rosszabbul, azt nem tudom, de hogy másképpen az tuti. Jó, de akkor nézzük másképp. Mit gondol arról, hogy Botka László azt mondja, hogy oda ugyan DK-s nem megy? És hajlandó akár függetlenként indulni és kilépni az MSZP-ből, hogyha ez ezen múlik. Mit gondol erről? Hát nem tudom, hogy ilyet mondott-e. Ez nekem nincs meg a fülemben, hogy ilyet mondott volna. Azt én határozottan tudom, hogy Baranya megyében, ugyanúgy, mint bármelyik másik megyében, ez Csongrád. Semmi baj, mellette van. Így van. Tehát Csongrád megyében, ugyanúgy, mint bármelyik másik megyében, ezért mondtam Baranya megyét, a helyi akarat az elsődleges, és ez köti nagyon erőteljesen az MSZP vezetését is. Magyarul ez nem olyan dolog, hogy ilyen adok-veszek, ez nem egy ilyen kufárkodás. Tehát én nem tudom, hogy kik azok a politikusok, akik úgy gondolják, hogy az emberek majd ilyen marionett figuraként, hát ezek érző emberek, hát kormányváltást akarnak, és arra fogják adni a mi bázisunkban is a szavazatot, ahol leginkább a kormányváltást hiszik el. Hát hogyha és sajnos ez nagyon sokféle választás lehet, még az is lehet a választásnak a része, hogy nem megy el szavazni. Tehát ezzel nem lehet szórakozni. Itt emberekről van szó, sőt, mi több emberek jövőjéről van de szó. De ezt, ezt úgy mondja, mint hogyha bárkin múlna önökön kívül, hogy szórakoznak vagy nem szórakoznak ezzel az emberek. Nézd, az, hogy ki milyen papírokat lobogtat, meg dobál be különböző ablakokon, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Én azt tudom elmondani, hogy mi az MSZP célkitűzés, és azt tudom elmondani, hogy mi az a tárgyalási végeredmény, ahova az MSZP el akar tettek jutni. Tettek ma valamit, amitől előrébb jutott az MSZP ezen az úton? Na jó, akkor annyit el tudok mondani, hogy igen, határozottan századszor is megerősítettük, hogy ezt hisszük mi a kormányváltás receptjének. És magyarul nem tudunk foglalkozni. De erre vár mindenki, hogy végre jussanak áról bére ez ügyben. Szerintem a szavazók is arra várnak, hogy ez a totojázás ez érjen véget, és mondják ki, hogy a DK-val megállapodtak, az együttel megállapodtak. Most azért, mert valaki az önök szerkesztőségébe behoz egy papírt, az miért az én totojázás? Nem ez a totojázás, hanem ez elmúlt egy évben zajlik. Gondolom én, de lehet, hogy nekem ebben nincs igazam. Csak úgy hányja a szememre a de kérdéseim hogy nyomán azt, hogy bezzeg mit vár a nép, mint hogyha rajtunk múlna, hát az MSZP múlik, az elnökségem múlik. De tényleg, szóval én nem tudom, most beszélünk egy papírról, amit olyan nyilvánosságra hoztak. Nem a papírról beszélünk, arról beszélünk, hogy mit történik az elnökség hát ülésen. Ennek apropóján, hát egyébként nagyon sok technikai dolgot is megtárgyaltunk. Most, de nem mesélek ezekről se. Hát onnan jött. Ez kétségtelen, meg egyébként meg akkor még mondom, tudja, onnan jöttem a reggel.
inkább Brüsszelből. Gratulálok. De onnan gyakran. Igen. Tehát én szívesebben ott beszélek. Dolgozik. Szívesebben beszélnek azokról a dolgokról, ami tényleg a közvetlen kompetenciám, mert nem én vagyok. Na, de hogyha az elnökség tagja, akkor gondolom, az is az önkompetenciája. Meghívott résztvevője, hogy nem vagyok tagja az elnökségnek. Tehát ez a szavaz is. Hát akkor Molnár Gyulára marad a java holnap. Hát ez a rész igen, bár én szívem szerint azért azzal készültem ma is tulajdonképpen. Hát ez volt a mai délelőttem is, hogy a Magyarország gyűlés képviselőit azért tájékoztattam arról, hogy miféle döntések születtek az Európai Parlamentben a menekült ügy rendszerek kapcsán. Hát ezt Újhely Istvántól viszont már hallottuk a múlt héten. Hát azt lehet, hogy hallották, csak ugye azt nem volt még akkor a hír folyamban, hogy konkrétan a Magyarországgyűlés is meg akarja tárgyalni az Európai Parlamentnek a határozatát. És én arra azt gondolom, hogy legitim dolog, nem? Abszolút, én magam is támogatom, és éppen ezért írtam egy háttérlevelet a képviselőknek, ezt nyilvánossá is tettem, mert én nem szeretek titokba politizálni. A lényeg az, hogy világosra tettem, hogy az Európai Parlamentben nem volt olyan határozat, ami bárkire, bármilyen migránst, menekültet rákészítik. Látja, ezt mondta Újhely István, és akkor ebben hát, legalább a két MSZP és Európai Parlamenti képviselő egyetért. Van még nagyon, ugyanakkor. Azt mondja, na. Mert 3/4-es többséggel fogadta el az Európai Parlament ezt az egész történetet. És én nagyon nem szeretném azt, hogyha a Magyarország gyűlést is ugyanúgy a hazugsággyárnak a szinterévé tartaná a Fidesz, mint ahogy sajnos eddig csinálta. Szóval olyan nincs, hogy nagyon fontos, és tényleg mindenki húsba vágó problémákról, mint például ez az egész menekültügynek a kérdése, hogy erről egész Európában mindenki világosan hozzájuthat az adekvát megfelelő információkhoz. Egyedül Magyarország az, ahol a kormány propaganda egyszerűen elfedi a dolgot, és a magyar emberek olyan szinten vannak ezzel az egészen meghűítve, hogy ez már tulajdonképpen kóros. Ez sajnálatos módon valószínűleg igaz. Köszönöm szépen. Nem mondom, hogy sok információval gazdagított minket, de majd holnap jön Molnár Gyula. Van morfénga, ahogy szokták mondani. Ez egy pink, tehát rózsaszín sár. Ugye nem hordja? Nem fogom hordani, bár szívem szerint. Hát, tudja, mit fölveszem. Nem mondom. Ez egy sár, ami a változás jelenők, a változási mozgalomnak a jelképe, és nagyon örülök annak, hogy ami szócsaták össze-vissza voltak, vannak ebben az országban. És az, hogy szombaton több városban is a nők végre magukra találtak a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés világnapján, ezért ez egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ez lesz a változás színe. Nem mondom, jól áll. Ugye? Köszönöm. Köszönöm szépen.